Február vége óta folyamatosan érkeznek a menekültek Ukrajnából Magyarországra. A megye öt határállomásán nagyon hamar létrehozták azokat a segítő pontokat, amelyeken ellátták a bajba jutott családokat. Az Európai Unió intézményei közben hat szankciót is bevezettek Oroszország ellen azzal a céllal, hogy megállítsák a katonai akcióját. Körei László szerint felemás eredménye volt az európai fellépésnek. Az a hat csomag, eredménye a végére, már látjuk, augusztus 15-én vagyunk, a Rubel erősebb lett. Azt is látjuk, hogy az Orosz Föderációnál alapvetően szigorították a devizakereskedelmet, az exportőröket arra kötelezték, hogy bevételeik 80%-át Rubelre váltsák, vagyis az Orosz Föderáció, mint nemzetgazdaság, mint nagyhatalom belső struktúrájában Nyilván egy politikai vezetés és egy katonai struktúra kapcsán erősíti önmagát. Bármennyire is próbálkozik a világ megállítani az Orosz Föderációt, nem lesz egyszerű. És attól óva kell inteni az Európai Unió mindenkori vezetését, hogy katonailag beavatkozzon be a háborúban. Ugyanis nézőpontom szerint, hogyha bele mennénk egy olyan helyzetbe, amely, a NATO fegyveres erőkkel Oroszországgal szemben harcol, az bizony-bizony a harmadik világháború kirobbanásának határát is súrolhatja. Ezt mindenképpen diplomáciailag, konzultatív módon, tárgyalóféllel kell elkerülni. A menekültek egy része tovább indul nyugat-európai országokba, de sokan itt maradnak. Körei László azt mondta, a nyiregyházi Egyetem is megtesz mindent a bajba jutottakért. Én nagyon büszke vagyok arra a humanitárius segítségre, Nyíregyházi Egyetemről jövök, Nyíregyházi Egyetem oktatója vagyok, amelyet az én kollégáim, az én munkatársaim, a mi hallgatóink adtak ukrán honfitársainknak. Elhelyeztük őket a kollégiumban, biztosítottak olyan szociális feltételeket februártól egészen napjainkig, amelyek emberek számára a menekülést, az újrakezdést, az új élet esélyének megteremtését is jelenthetik, amely mindenképpen egy magyar szívet érző lelked büszkeséggel tölt el. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország, különösen itt az észak régió, kivette a részt a humanitárius folyosók megintásával, a segítségnyújtásával, és látjuk azt, hogy néhány esetben barátságtalan diplomáciai visszajelzések voltak az ukrán részéről, mert ugye adtunk, biztosítottunk, és több meg más kellett volna. Ezeket nyilván egy honpolgár nehezen fogadja el, amikor a kezét nyújtja és segít. A menekülteket támogatják a megyei települések, így Nyíregyháza is. A Városi Humanitárius Csoport nemrég jutott el egy 3 millió forintos gyógyszercsomagot kárpátaljai kórházaknak.